Ugye 2018 végén kerültem ide, amikor az előző hangszer még itt volt, és hát annak a hangszernek az állapota több szempontból is már kifogásolható volt, és az azon való játék inkább egyfajta túlélés volt, mint sem valami inspiráló élmény. És aztán pár hónap múlva elkezdődött a bontás, és ameddig nem volt egy sípos orgona, addig egy elektromos orgona helyettesítette. Na most nyilván az elektromos orgonának több szempontból vannak korlátai, inspirációban is, hangzásban is, de az egy nagy előny volt, hogy ennek a játszóasztala már lekerült a szentélybe. És én valamikor, amikor ez megérkezett, akkor kezdtem el a Bellovics Gábor atyával a vasárnap esti hatos misét állandó jelleggel csinálni. És nagyon nagy előny volt az, hogy igyekeztünk egyrészt az énekrendet úgy összeállítani, hogy az a nép számára énekelhető legyen, illetve hogy egy ilyen értékes énekanyaggal dolgozzunk. Nekem nagy szerencsém volt, mert Gábor atya mindig szabad kezet adott, és nagyon inspirált engem improvizációkra, különféle változatos játékokra. A lenti játszóasztal nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közösség ebbe bekapcsolódjon. Ezt a jó közös munkát az koronázta meg végül, hogy 2019 karácsonyában elkészült az új orgona, amelynek szintén egyik fontos jelentősége, hogy egy lenti játszóasztal, ami mellett most ülök, ez ide került. Próbálom legjobban kihasználni az orgonának a francia romantikus jellegeit. Én többségében ebben érzem otthon magamat, és ez az orgona nagyon-nagyon inspiráló, nagyon-nagyon sok olyan lehetőséget nyújt, ami hosszú távú. Tehát ez azt jelenti, hogy ha például fuvola futamokat játszok, vagy ezekhez hasonlókat, akkor az ember folyamatosan fejlődik, folyamatosan azt érzi, hogy nem használja ki eléggé az orgonát, és ezt jó értelemben. Tehát, hogy a lehetőségek azok mindig ott vannak, és mindig egyre jobban nyílnak ki. Ami nekem ezen az orgonán a kedvencem, az mindenképpen a fuvolakar és a főműnek a két nyolclábas fuvolája. Azt gondolom, hogy ez a két regiszter, ez önmagába véve nagyon egyedi. Azt gondolom, hogy az országban nagyon kevés ilyen hangszín található, és mind a kettő egyedül egy külön egyéniség, és a legcsodálatosabb szerintem benne, hogyha az ember ezt a kettőt összekapcsolja, akkor lesz belőle egy olyan harmadik, amely szerintem utánozhatatlan, és amely ennek az orgonának az egyszerisége és egyedisége.